Hello mindenki! Animal fanok, kezeket fel! Ez az! Ilyen! Ah, király! Következő előadásunk animés témában fog lezajlani. Mégpedig, nem tudom, ismeritek-e a Korean Music Busters YouTuber csatornát? Nem? Na mindegy, majd most megismerkedtek vele, van itt egy bátor jelentkező. Ő pedig a következő témában fog nektek előadást tartani. Animés példaképek, avagy az animék hatásai a fiatalokra. Fogadjátok sok szeretettel Sors Szabolcsot. Halló, halló! Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Sors Szabolcs vagyok. A Korean Music Buster csatornáról lehet néhányan úgy ismertek inkább, mint főadmin, de a Sors Szabolcs amúgy a rendes neve, most elárulom. A mai témánk animés példaképek lesznek, és ugyebár az animék hatásai a fiatalokra. Most én rólam annyit kell tudni, hogy én személy szerint animéken nőttem fel, mondhatom azt is, mert szinte mióta eszemet tudom, az animék jelen voltak az életemben. Már mikor a leges, nagyon-nagyon kicsi voltam, már akkor Dragon Ball-t néztem. Akkoriban, a 90-es években, ugyebár a Dragon Ball-t adták még a tévébe, délutánonként, matinéken lehetett látni, és én mindig ott voltam, és mindig néztem. Egy idő után azt kezdték mondani erről a dologról, hogy ha valaki ilyen Dragon Ball-t vagy animéket néz, az nem tesz jót a fejlődésére. Most érdekes módon én itt vagyok, és nem hiszem, hogy bármennyire is ez hatással lett volna az én fejlődésemre. De kezdjük mindent az elejétől, lássuk, hogy mióta is van jelen igazából az anime, úgymond a mindennapjainkban. Igazából már a szüleink is néztek animéket, még hogyha nem is tudják, mert ugyanis voltak már akkor is animék, a Csipcsup csodákból Kalánka nénit a szüleitek, vagy akik 30-asok, 30 felettiek szerintem azok nagyon ismerik, ugyanis a tévében nagyon sokat adták, és igazából ez is egy anime, de senki nem tudta, hogy anime, de mégis szerették és nézték. Azt hitték, hogy valami csehszlovák vagy valamilyen svéd mese lehet, de igenis anime volt, csak nem tudták és szerették. Aztán a másik példa a Nils Holgersson. Nem mindenki tudja, de igazából ez is anime. Ezt aztán tényleg mindenki azt hitte, hogy ez valamilyen svéd mese lehet, de valójában nem, valójában anime. Igaz, hogy működtek közre csehszlovák és svéd grafikusok is, de Japánban adták ki, és ez egy japán témájú, vagyis hát nem japán témájú, de japán anime. Ezt szerintem nagyon sokan szerették, és nem is volt ezzel semmi probléma, elfogadott volt, mindenki tényleg nézte is, és szerette is. Ami igazán megváltoztatta az emberek véleményét, az nem más volt, mint a délutánonként adott, nekem egyik favoritom, a Dragon Ball. Az volt vele a helyzet, hogy eleinte még szerintem, mikor fel is vásárolták a szinkronizálók, nem is tudták, hogy mit vesznek igazából. Vettem a fáradtságot, és körülbelül néhány hónapja néztem az egész Dragon Ball-t, mert ugyebár szeretem. És az első néhány résznek a szinkronjában fel is fedezhetjük azt, hogy a maguk, akik készítették a szinkron, nem is tudták, hogy mivel van dolguk. Ugyanis olyan dolgokat vittek bele, mint hogy Chiribú Chiribá az első néhány részben, mondjuk, hogyha történik valami, és hasonló olyan dolgokat, amiket igazából egy mesétől kéne elvárni, és nem egy animétől. Nem tudták, hogy mivel van dolguk, úgy kezelték, mint egy mese. Olyan időben adták, mint egy mesét, és teljesen azt hitték, hogy ez egy mese. Majd később, ahogy folytatták a Dragon Ball-t, észrevették, hogy ez egyre komolyabb és egyre másabb témájú, mint a megszokott mesék. Aztán néhány szülő fel is háborodott ezen, hogy hát ez igazából nem az ő gyerekének való, ez nagyon káros lesz az ő gyerekének a fejlődésére. Én ezt nagyon-nagyon bánom, hogy az emberek ilyen negatív kritikával kezdtek el élni egyik kedvencem iránt, de mikor a szülők meglátták az ehhez hasonló jeleneteket, úgy gondolták, hogy ez bármi, csak ez nem lehet jó egy gyerek számára. Na de most nézzük meg, hogy igazából ami nem anime és manapság vetített rajzfilmek, vagy az itt mostanság, azok miről is szólnak, vagy mi is a témakörük.
Mert ugyebár a Dragon Ball az erőszakos, és harc van benne, stb. Ez nem jó, ezt nem kell mutatni a gyerekeknek. Hoppá, ez a Samurai Jack. De ugyanazt látjuk, mint az imént a Dragon Ball-os képen, a jó és a rossznak a küzdelme. Ugyanúgy küzdelmet mutat be, mint a Dragon Ball. De akkor miért van az, hogy ezzel nincsen semmi probléma? Más lenne a grafika? Mi lenne benne annyira más? Szerintem erre igazából nincsen nagy válasz. Igazából arról van szó, hogy ez nem anime, és ezt jobban el lehet fogadni. Na de szerintem ezt nem így kéne kezelni, mert ugyebár lehetséges, hogy valamiben más, de a témájában itt is a jó és a rossznak a küzdelmét láthatjuk. És megyünk tovább. Általában véve más rajzfilmekben is jelen van az erőszak és a küzdelem. Szóval, na igen, már előbbre is ugrott. Szerintem néhányan úgy vannak vele, hogy igazából a gyerekeknek csak magyar népmeséket és hasonló témájú meséket kellene nézni, amivel valamilyen szinten nincs is gond, hogyha ezekben mondjuk nem kapják meg azt az erőszakfaktort, vagy stb., akkor teljes mértékben oké, és akkor nézzék inkább ezt, gondolják a szülők. Egyébként kitérnénk arra, hogy ugyanúgy harcos, erőszakot tartalmazó mesék mai napig is vannak, és az amerikai rajzfilmgyártók szeretettel gyártják is, méghozzá a szuperhősök. Ugyanaz, mint a Dragon Ball, igazából a jónak és a rossznak a küzdelme, és itt aztán tényleg mindig csak pofoszkodnak, és mégis sokkal jobban el van fogadva, mint egy animés történet. Pedig tényleg ezeknél a kategóriáknál tényleg egy teljes mértékben ugyanazt lehet látni. A jó és a rossznak a küzdelme. Egyébként idővel már más dolgokat is rávetítettek az animékre, ugyebár sok benne a mesztelenség, nagyon béna és idióta szörnyek is találhatóak benne. Na de térjünk vissza arra, hogyha valaki azt mondja nekünk, hogy a gyerekének ilyeneket nem mutat, hanem inkább mondjuk magyar népmeséket és ahhoz hasonlókat, akkor meg tudja előzni, hogy ilyesmibe belebotlodjon. Lássuk. Nos, hát itt azt láthatjuk igazából, hogy a főhős levágja az ellenségnek és a sárkánynak a fejét. Na most nem tudom, hogy mi ez, hogyha nem erőszakos szerintetek. Ugyanis még le is tette oda szépen a fejeket, hogy lássuk, hogy azok már le vannak vágva. Igazából itt is visszakapja a gyerek azt, hogy ez erőszakos, de valahogy ebben mégse gondolnak annyira bele. Ugyanakkor beszéltünk arról, hogy arról is volt szó, hogy az animékben mesztelenséget is láthatunk részlegesen. Na most a magyar népmesékben is igazából láthatunk hasonlókat, de valahogy erre mégse gondoltak bele, hogy talán más mesékben is lehet ilyeneket találni. De lehet ez csak az egyetlen példa, amit találtam. Hát nem, a magyar népmesékben is többször is előfordul ez. Itt is láthatjuk például ezt a képet, egyik oldalon állnak azok, akiknek tetszik a látvány, a másik oldalon, akik el vannak szörnyűködve tőle. Még csoportot is foglaltak rá, hogy kinek mennyire tetszik, ami éppen van. Szóval, mint láthatjuk, igazából minden mesére lehet találni olyan dolgokat, amit lehetne kritizálni. Szóval olyan dolgokat, amik a gyerekeknek nem lennének valók, de valahogy mégis leadják. Mi lehet ennek az oka? Ezzel majd egy kicsit később fogunk foglalkozni. Ugyebár idétlen szörnyek is megjelennek még a magyar népmesékben is, ugyebár mi lehetne egy kis gömböcnél idétlenebb szörny, ami megtámadja az embereket, és felfalja őket. Na de hát ez a mi kultúránknak a része, és így jobban el tudjuk fogadni. Na de most már térjünk vissza arra, hogy miről is szólt igazából ez a Dragonból, vagyis beszéljünk a valóságos témájáról, amiről valóban szól, és valóban akar nekünk sugalni. Ugyebár ezen a képen is azt láthatjuk, hogy Son Goku éppen megpróbálja menteni Bulmát, a barátját. Na most, honnan is indul a történet, és ki is ez a Son Goku? Beszéljük, lássuk Son Goku ki, milyen is, és ki is ő. Son Gokut ugyebár gyerekkorában találták meg egy furcsa, űrhajószerű dologban, és egy nagyapa, most a nagyapja nevelte fel, egy öreg ember találta meg, aki egy nagyon híres harcművész volt. Hát mit tudna tanítani egy harcművész egy talált gyermeknek, mint harcművészetet? Ezt is kezdte el tanítani a kis Son Gokunak, és így kezdték el életüket. Ugyebár az öreg azért remete volt, és hát elszigetelten az erdőben éltek egy jó darabig, egészen addig, amíg az öreg meghalt, és utána Son Goku egyedül élt, és fenntartotta magát.
Eddig is azt láthatjuk, hogy semmi negatívum nincs igazából magában a történetben. Egy önellátó kisgyereket láthatunk, aki egy napon belebotlik egy lányba, aki történetesen sárkánygömböket keres. Most annyira nagyon mélyen nem megyünk bele a történetébe, de ebből is azt lehet meglátni, hogy igazából most szerzi meg a mi főhősünk az első barátját. Az animékben nagyon fontos a barát és a barátnak a témája. Igazából azt sugallják nekünk az animék, hogy a barátok fontosak, értékesek, és törődnünk kell velük, és meg kell becsüljük őket. Ez igazából szerintem egy nem negatív dolog, és szerintem ez egyáltalán nem olyan, amit el kellene ítélni, vagy amiért az animéket bántani kellene, ugyanis néhány műsorban mondjuk azt manapság nem igazán hangoztassák azt, vagy az a témakör, hogy becsüljük meg a másikat, vagy foglalkozzunk is vele. Szóval ez már egy pozitívum, amit az animéken keresztül lehetne tanulni. Továbbiakban mi is a küzdelem a Dragon Ballban? Igazából Son Goku sose támadott meg senkit, csak újni passzióból, hogy ott van, az leverem már, mert miért ne? Hanem általában mindig nyomósoka volt, és általában mindig valakinek az élete veszélyben forgott, és amiatt kezdeményezett általában mindig küzdelmeket, de ezt már nem igazán figyelte senki, csak az, hogy küzdött. Továbbá, hogyha mégis sor került arra, hogy nem a gonosz ellen kellett küzdjön, az a harcművészetek nagy tornáin történt meg, ami ahhoz is hasonlítható, mint manapság, mondjuk egy judo vagy egy taekwondo verseny. Ugyebár vannak manapság is olyan gyerekek, akik ilyen küzdősportokat űznek, és azzal semmi probléma nincs. Ugyanezt kapjuk vissza anime formájában Son Gokuéktól. Ők ezen a tornán versenyeznek, mutatják meg egymásnak az erejéket, és igazából ezt se lehet elítélni. Na most ezzel kibeszéltük azt, hogy tulajdonképpen a Dragon Ballban történő harcok egyik része barátságos küzdősport, a másik része pedig indokolt dolog, amivel azt szeretnék a gyerekeknek sugallni, hogy ne legyenek azért teljes mértékben mindig visszahúzódóak, amikor a helyzet nagyon is megköveteli, amikor nincs más út, igenis ki kell álljanak magukért, és igenis egyenesen kell állni, és nem elfutni vagy elmenekülni. Na de menjünk tovább. Megvigyeltük ugyebár Son Gokunak minden tulajdonságát, elmondhatjuk róla, hogy ő igazából nem egy negatív ember, nem egy olyan ember, akit el kellene ítélni. Mindig az hajtja, hogy akinek tud, annak segítsen, és ezt is végzi az egész anime során, és tulajdonképpen, hogyha arról van szó, hogy nincs küzdelem, vagy éppen pihenő van, otthon van, mezőgazdálkodik, és úgy él, mint egy átlagos ember. Vagyis ez egy olyan példakép, ez a Son Goku a gyerekek számára, akitől rosszat nem igazán tanulhatnak. Nem egy ravasz, nem egy átverő, nem egy gonosz ember. Na de lássunk más példákat, nem csak Son Gokut. Ugyanis vannak más animés karakterek, akiktől lehet példát venni, vagy lehet tanulni akár. A következő, akit megfigyelünk, ez a széles mosolyú gyerek. Ez nem más, mint Monkey D. Luffy a One Piece nevű animéből. Őt azért emelem ki különösképpen, mert a mai világban, főleg hazánkban is, nagyon sok besavanyodott vagy szomorkás emberrel lehet találkozni. Na ez az gyerek, ez mindig vidám. Ez erőnek nem tudna az a mosoly lejönni az arcáról sehogy sem. A legnagyobb veszélyt is mosolya a veszély. Nem aggódik azon, hogy mi történik, vagy mi lesz holnap, vagy mi a gond. Éppen csak azért, ami éppen előtte van, és ezzel egy példát tudna mutatni azoknak, hogy ne azon aggódjunk, hogy mi lesz egy nap múlva, két nap múlva, három nap múlva. Élvezzük a jelent, élvezzük minden egyes pillanatát az életnek, minél több mosollyal, amennyivel csak lehet. Akármennyi részt néztünk meg a One Piece-ből, Luffy mindig kedvesen mosolyog a többiekre, mindig jó kedvet tud csinálni. A mai világban szerintem ez egy nagyon pozitív dolog, mert nagyon sokan hajlamosak erről megfeledkezni, inkább komorabbakká válni, nem igazán tudják az életnek minden pillanatát kiélvezni. Most a One Piece-en keresztül a gyerekek tanulhatnak egy olyan dolgot, hogy igenis a mosolygás, a jókedv bearanyozhatja akár a barátainak is és a többieknek is az életét. Ugyanis Monkey D. Luffy a barátait is mindig jó kedvre tudja deríteni. Na lássunk most már egy női karaktert is, ne csak mindig a fiúkat. Vannak nők is, akiktől mondjuk példát vehetnének akár a lányok, méghozzá nem más hoztam fel példának, mint Erzát a Fairy Tail nevű animéből. Erza egy olyan női karakter, aki nagyon határozott és nagyon erős.
Manapság, ha megfigyeljük, nagyon sok fiatal lánynál probléma az, hogy nem tudja igazán, hogy hova tegye az életét, és bizonytalanabbak. Ha Erzára néz rá, Erza egy igazán határozott nő, és tudja mindig, hogy mit szeretne. Nagyon jó példa azoknak, akik úgy érzik, hogy egy kis motiváltság kell az életükben. Továbbá Erza egy olyan karakter még, amit meg kell róla említeni, aki a fegyverein kereszt, és az öltözékei tudja cserélgetni, harc közben, és mindig az aktuálisan megfelelő öltözéket választja, vagy aktuális fegyvereket arra, amit meg akar oldani. A való életben is azt úgy kell most példaképpen venni, hogy nem mindig ugyanaz a technika, nem mindig ugyanaz a dolog menti meg az embereket, vagy nem mindig ugyanazt kell alkalmazni. Vannak olyan helyzetek, amikor a legjobb formánkat kell mutassuk, a legszebb énünket, és akkor tudunk valamit elérni. Vannak olyan helyzetek, amikor egy kicsit vadabbnak kell lenni, egy kicsit oda kell tegyük magunkat, igenis ki kell állni, és igenis meg kell tegyük azt, amit elkezdünk. Olyan helyzetek is vannak az életben. Vannak olyan helyzetek is az életben, amikor viszont meg kell próbáljuk megtalálni a legrövidebb, vagy a legkönnyebb módszert arra, hogy valamit el tudjunk érni, mert vagy időhiány van, vagy más miatt nem tudjuk ezt megtenni. Ez egy olyan lánykarakter, aki azt mutatja, hogy mindig határozottnak kell lenni, mindig tudnunk kell azt, hogy mit csinálunk, és hogyha adott helyzetben valamit el kell érni, akkor mindig választjuk meg magunknak a legmegfelelőbb módszert a dolog elérésére. Vannak olyan fiatalok is, akik nem érzik meg magukban a kellő tehetséget ahhoz, hogy valamit elérjenek, nekik nagyon jó példakép lenne Naruto. Ugyanis Naruto egy nagyon béna karakter, vagyis hát béna eleinte, főképp nincsen tehetsége nagyon ahhoz, amit szeretne, mert ugyebár Naruto egy ninja lenne a Naruto nevű animéből, de nem igazán van hozzá tehetség, és az elején láthatjuk, hogy nagyon sokat küzd azért, hogy a többiekkel szinten tudja tartani magát. Most szerintem nagyon sok fiatal van manapság is úgy, hogy az iskolában nem tud rendesen teljesíteni, és éppen csak szinten tudja tartani magát, éppen csak át tud menni egy osztályból a másikba. Most adja fel, és inkább mondja azt, hogy inkább hát nekem a suli nem nekem való, minél hamarabb menjek inkább dolgozni, vagy hasonló dolgok, mert nem lát benne jövő. Igazából, hogyha az ember valamit akar, nem számít, hogyha nem jó benne, akkor is folytatnia és csinálnia kell. Naruto nagyon jó példa rá, hogy nem jó abban, hogy a ninják bármilyen tevékenységeiben, de mégis csinálja, és mégis gyakorol érte. Most ezen a képen azt láthatjuk, hogy most se tudta elvégezni azt, amit kellett volna, ezért büntetést kapott, de egyébként mindig és mindig sokat edz, és azért, hogy tényleg el tudja érni az álmait. Ha az ember kitűz valamit maga elé, nem szabad visszahátráltassa az, hogy nem jó abban, amit éppen csinál. Ha azt akarja csinálni, igenis csinálja, és folytassa. És a későbbiekben annak meg is lesz az eredménye. Naruto erre nagyon jó példa. Vannak olyanok is, akik úgy érzik, hogy eddig láthattunk mindig csak pozitív mondjuk olyan karaktereket, akik mindig csak a pozitív dolgokat látták az életben, mindig csak a jót. Van, aki víbelődik magában, hogy van benne jó is, rossz oldal is, van, amikor a rosszat jobban szeretné csinálni, mit is válasszon ilyenkor. Annak nagyon jó példa Ichigo a Bleach nevű animéből, ugyanis ő is egy olyan karakter, aki nem 100%-ig mondjuk azt, hogy fehér. Nem mindig látszik rajta, hogy nem mindig a jó az, ami irányítja, és ezt azon keresztül is megmutatják nekünk az anime készítői, hogy van egy sötét oldala, akit Ogichinek hívnak, és azzal mindig önmagában küzd. Nagyon sokan vagyunk így, hogy önmagunkban küzdünk néha, hogy tegyük-e meg, vagy ne tegyük meg bizonyos helyzeteket, ami vagy jó, vagy rossz. Ugyebár a rossz az mindig csábítóbb, és akkor úgy vagyunk vele, hogy most tegyük-e meg, vagy sem. Én általában azt tudom mondani, hogy az életben én mindig azt tapasztaltam, hogy ha van egy könnyebb út és egy nehezebb út, és hogyha valamikor is a könnyebbik utat választjuk, akkor utána más negatívumokat fogunk kapni, vagyis hogyha a nehezebb utat választjuk és végigvisszük, az abból már rosszabb nem igazán lehet. Lehet, hogy ez most annyira nem értette meg úgy mindenki, ahogy én szerettem volna, de arra akarok célozni, hogy az egyszerűbb út valamit ennek az eléréséhez általában nem az, ami a célra vezető. Ichigo is tovább, ezekkel a problémákkal küzd, és ha az animét követjük, akkor megláthatjuk, hogy az anime készítői itt is arra próbálnak hangsúlyt tenni, hogy amikor csak lehet az ember, igyekezzen mindig a jobbik oldalt választani, és mindig azzal tud majd többet elérni. Ichigo nagyon jó karakter arra, hogy ez egy magában bíbelődő fiatal tudjon róla példát venni.
Egy következő karakterünk egy eléggé izmos, kiúrt állat. Ő a Boku no Hero Akadémiából All Might. Ő aztán magában az animében is egy példakép és egy hős. A magán az anime, mely látszik is rajta, kicsit ilyen amerikai a szuperhős feelingje, amikor így ránézünk. Igazából ő azt sugalná, meg az az ő szimbóluma, hogy ő a hős, ő az, akiről példát tudnak venni az emberek. Monkey D. Luffyhoz hasonlóan a mosoly mindig ott van az arcán. Hogyha olyan élethelyzetben vagyunk, hogy mások felnéznek ránk, hogy másoknak példával tudunk járni, most beszélek inkább az idősebb korosztályokhoz, akiknek már mondjuk gyerekük van, és tudják, hogy a gyereküknek igazából magukból mindig a legjobbat szeretnék nyújtani, de nem mindig jön ez össze. Van, mikor mérgesek vagy fáradtak, ilyenkor nem mindig tudjuk mindig a jó oldalunkat mutatni. All Might karaktere is hasonló, mert még az anime elején azt látjuk, hogy ő mindenben jó, mindent tud, mindenben tökéletes. Ahogy haladunk az animében, egyre jobban látjuk azt, hogy igazából, mikor már jobban belelátunk a magánéletébe egy karakteren keresztül, aki majd később a tanítványa is lesz, hogy valójában nem egy kifejezett szikladömb ez az ember sem. Neki is vannak olyan dolgok, amiben nem tudja igazából, hogy mit is tegyen, de a nagy közönség előtt mindig azt mutatja, hogy ő a hős, aki mindent tud, és ő az, aki igazán minden helyzetet meg tud oldani. Későbbiekben lesz ugyebár egy tanítványa, Midoriya, akit ott is láthatunk. Itt most arra hívja fel a figyelmet, hogy hogyan is próbálja meg az ember átadni mindazt, amit tanult, a következő generációnak. Ugyanis All Might magát az erejét is átadja a fiatal tanítványának, és az anime során végig azt látjuk, hogy próbálja neki megtanítani, hogy hogyan is használja ezt, de még ő maga se tudja rendesen elmagyarázni. Ezért látjuk, hogy küzd, bíbelődik, és igazából példaértékű az szerint, hogy ha már példát kell mutassunk valakinek, igenis akkor is próbáljuk meg megmutatni a legtöbbet, amit tudunk, még akkor is, hogyha nem vagyunk rá annyira képesek. Mert All Might sem teljesen képes erre a dologra, hibákat követel, de mégis folytatja és csinálja. Nem vagyunk tökéletesek, még maga All Might sem tökéletes. Más karaktereket is mutathatnék még be, de most már elég sokat mutattam be, szóval csak így nagy vonalakban. Vannak még olyan lány karakterek, akik a hűségről tesznek tanúbizonyságot. Például Hinata, szintén a Naruto nevű animéből. Őről azt kell tudni igazából, hogy ő szerelmes Narutóban, de Naruto nem foglalkozik vele, de mégis kitart amellett, hogy ő szereti őt, és ő igazából lehet, hogy nem annyira bátor, hogy mindig oda menjen és megmondja neki, vagy próbálkozzon, de kitart mellette, és igazából most nem akarok spoilerezni, majd meglátjátok, mi lesz a végén. A mai világban ez főképp egy olyan probléma szerintem, hogy a hűség az már nem annyira trendi, mint mondjuk régebben, és szerintem Hinata egy nagyon jó példa a fejlődésben lévő fiatal lányok számára, hogy nem mindig azt nézzük, hogy amit igazából maga ez a társadalom is próbál nekünk bemagyarázni, hogy mindig cseréljük le a dolgainkat újabbra, korszerűbbre, drágábbra, jobbra, hanem hogyha valamink van és azzal meg vagyunk elégedve, akkor igenis becsüljük el azt meg inkább jobban, és sokkal jobban fogunk azzal járni, mint hogy mindig cserélgessük és mindig keresnénk az újabbat vagy a jobbat. Továbbá most már egy kicsit ilyen nagyobbacska példaképet szeretnék felhozni. Van egy anime, nem tudom, hogy ismeritek-e, hogy mindenki ismeri-e. Az Oremonogatari, az például most egy párkapcsolatot fog nekünk megmutatni, nem is a fiúknak vagy a lányoknak példaképet. Egy nagyobbacska, hoppá, előre vittem egyel. Egy nagyobbacska fiú és egy kisebbacska lánynak a szerelmi viszonyát mutatják meg. Az animén keresztül megláthatjuk, hogy hogyan ismerkedtek meg, és hogy hát mondjuk azt, hogy igen, ismerkednek jobban, mert ugyebár ez nem olyan, mint mondjuk egy jobban-rosszban, vagy egy valami, hogy az emberek összejönnek, és akkor már csók, meg stb. Szépen lassan részről részre jutunk el addig, hogy egyáltalán megfogják egymás kezét, vagy megcsókolják egymást. És valójában az anime során mindig azt láthatjuk, hogy nehézségekbe ütköznek. A párkapcsolatokban mindig vannak nehézségek, és sajnos, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, hogy ha már sok a nehézség, akkor hagyjuk és cseréljük le, ne is próbáljuk meg javítani, vagy ne is próbáljunk meg valamit is változtatni a dolgokon. Ez az anime azt mutatja meg igazából, hogy annak ellenére, hogy az anime során úgy a fiúnak, mint a lánynak, míg együtt vannak, kérői jönnek, meg próbálják őket úgy elvenni egymástól, ők mégis inkább úgy döntenek, hogy megmaradnak egymás mellett, mert nagyon jól érzik magukat úgymond egymással, és
És ez szerintem ez egy olyan példa, amit manapság nagyon kevés műsorból, vagy nagyon kevés helyről lehet hallani. Mindenki azt mondja, hogy gyorsan változtatni kell, ha már valami probléma van, akkor már gyorsan hagyjuk inkább, keressünk másikat. Nos, hát szerintem igazából ez nem mindig megoldás. És szerencsére ezen az animén keresztül ezt láthatjuk meg, hogy azt mutatják meg nekünk, hogy nem ez feltétlen megoldás, hogyha valami nem működik, hanem igenis kell keresni néha azt, hogy hogyan is lehet a dolgokat megoldani, hogyan is lehetne ebből valami jobbat kihozni, hogyha már tényleg végképpen semmi nem működik, akkor kell majd végül ott hagyni. Néhány hős láthattunk most így az előadás során, megvizsgáltuk mindegyiknek azt, hogy ki hogyan viselkedik, kinek mi az erőssége, kinek mi a gyengesége. Egységében azt mondhatjuk, hogy egyiknek sincs olyan negatív tulajdonsága, ami miatt le kellene tiltani a tévéről, vagy el kellene tiltani a gyereket attól, hogy ő igazából ezeket a műsorokat nézze. Igaz, hogy ezekben a műsorokban harcok találhatóak, de találhatóak harcok más mesékben is, nem csak az animékben. Addig, amíg egy műsorban vannak igenis olyan értékek, amiket követni lehet, és amiket ből a gyerek példát vehet és tanulhat belőle, szerintem addig nem kell azon gondolkozni, hogy most tiltsuk-e el a gyerekünket attól, hogy most ezeket nézzék, vagy sem. Én szerintem, én járok például mondokonokra és más olyan rendezvényekre, ahol animésekkel tudok találkozni, nem futottam abba bele, hogy ezek most egy olyan rabló, gyilkos vagy erőszaktevő emberek lennének, akik animéket néznének. Én mégis ennek ellenére úgy állítsák be, mint hogy aki gyerekkorában erőszakos vagy animéket néz, például magát a Dragon Ball, abból az rossz hatással lesz rá mindenképpen. Én nem ezt tapasztaltam egyáltalán az életemben, és hogyha ti jobban belegondoltok, szerintem ti is így vagytok vele. Pont, hogy az a közösség, aki ezeket a hősöket szereti, követi, és ő róluk vesz példát, valahogy példaértékű embereké válnak, mint mások, akik mondjuk nem. Persze mindig vannak kivételek, de ezektől a karakterektől rosszat nem tanulhatnak. És hogyha valaki például Naruto-nak az eltökeltségét példaértékként állítja maga elé, akkor igenis ő is igyekszik majd mindent elérni. Hogyha arra gondol bele, hogy igazából bármilyen nehézséget le tud győzni, mint ahogy Son Goku is mindig edz és mindig próbál felülkerekedni a gonoszon, akkor abból is példát tud meríteni. Ha látja azt, hogy annak ellenére az ember, hogyha lány vagy, hogyha úgy érzi, hogy nincs elég önbizalma, Erza, aki egy karakteres és igazán önbizalommal rendelkező lány, megmutatja neki, hogy igenis lány létedre is ki tudsz állni magadért, és igenis te is vagy ugyanolyan egyenértékű, mint mások, akkor abból is csak jó dolog származhat. Luffy-nak a jó kedvéből pedig már ugye már beszéltünk, a mai társadalomban szerintem nagyon sokkal több jó kedvre lenne szükség a gyerekeknek, és szerintem az is egy olyan dolog, amiből rosszat nem tanulhatnak. Összességében arról is beszélhetünk, hogy az animék igazából nem rossz dolgok, nem is olyan dolgok, amiket úgy el kellene ítéljünk szerintem, és nem tudom, hogy ti hogyan gondoljátok, hogy vajon amiket elmondtam, azok helytállóak-e, vagy pedig sem. Én személy szerint mindegyik animét láttam ezek közül, mondjuk a One Piece-nek még nincs vége, a Fairy Tail-nek sem, de nem tudnám azt mondani, hogy ez életem egyik legrosszabb döntése volt, hogy én ezeket megnéztem, vagy hogy ezekből nem tudtam volna valami olyan dolgot megtanulni, amit az életembe be tudtam volna építeni, és most olyan ember lehetek, amilyen vagyok azok által, amiket ezeken a rajzfilmeken keresztül tanultunk. Igazából szerintem minden dologgal, amivel az ember foglalkozik, és úgy foglalkozik vele, hogy igenis átéléssel, és nem csak úgy felszínesen, akkor abból mindenből tanulhat. És szerintem maga az anime nézésen keresztül is, és maga a tévénézésen keresztül is, mert ezt ugyebár tudhatjuk, hogy az emberek tanulnak dolgokat, és hogyha olyan műsorokat választanak meg, amiből igazán jó dolgokat lehet tanulni, akkor bizony csak jó dolgokat tanulhatnak meg belőle. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban felmerül-e bennetek valami kérdés, vagy szeretnétek-e hozzátenni valamit, mert körülbelül nekem úgy ennyi lett volna, hogy... És akkor megköszönöm nektek szépen a figyelmet, hogy végighallgattatok, és legyen egy további szép napotok és délutánotok. Sziasztok! Hoppá! Van itt egy kérdés! Na halljuk még mielőtt vége lenne. Na igen, hozzáfűzni való.
ott is ugye a GPS-ek a barátsága, úgymond segített ezt fel. Igen. Igen, ez nagyon jó. Erre is kitérünk külön, szóval most egy kicsit spoileres, vagy nem spoileres. Makédi Luffy, akiről mondtam igazából, hogy mindig csak mosolyog. Neki is van a történet során egy olyan rész, amikor elveszti egy nagyon közeli hozzátartozóját, és ő is megrogyik azért. Ugyanúgy, mint minden ember, ahogy ezt tenné, ő is elgyengül, egy kicsit elszomorodik, és ez egy természetes dolog, egy picit megrogy. De aztán a barátai segítségével ő is vissza tud térni ugyanabban a ritmusba, és ugyanolyan mosolygós lesz, mint azelőtt. Ez a kép például már az eset után történt vele, még mindig ugyanolyan mosolya van, mint azelőtt. Hogyha valami rossz dolog történik velünk, hogyha valamilyen negatív dolog ér, az természetes dolog, hogyha emiatt mi megrogyunk, vagy hogyha elveszítsük a kedvünket. Az a legfontosabb, hogy mennyi idő alatt tudunk visszatérni a régi önmagunkhoz, és hogy mennyi idő alatt is tudjuk ezt az egészet kiheverni. Ha barátok és emberek vesznek minket körül, akkor persze ez egy kicsit egyszerűbb. Ezért is fontos az, mint ahogy az elején is említettem, hogy a Dragon Ballból is azt kapjuk vissza, hogy a barátok igenis fontosak, és a barátokkal törődni kell, hogy a nehéz helyzetekben látjuk meg azt igazából, hogy kik azok, akik igazán a barátaink vagy sem. Ezekben az emlékben olyan barátságokat láthatunk, amik általában nehézségeken mindig túltesznek. Az, hogyha a nehézség történik, igenis a barátok ott maradnak a karaktereink mellett, talán azért is, most lehet, hogy ez csak egy történet, de hogyha valóság is lenne, én is azok mellett, a barátaim mellett állnák ki, akikből látok olyat, hogy ő is igazán barátnak tart engem, vagy olyan személy a számomra, akiért igenis odalépnék. Szóval, hogyha jó és pozitív értékeket követünk az életünk során, akkor sokkal több barátokra tudunk szert tenni, és ez is már egy pozitív dolog amellett, hogy igenis ezeknek a műsoroknak van értelme. Még esetleg valamilyen kérdés? Vagy hozzáfűzni való? Ha lehet, én szeretnék egy kicsit, hogyha szabad. Szóval, hogy azt mondtad, hogy az elején volt ez a párhuzam, hogy mondtad, hogy a Dragon Ball az letiltották, mert agresszív, bezzeg, a Samurai Jacket nem, bezzeg, az... Hát azért két különbség van. Az egyik az az, hogy a megjelenítés. Tehát az, hogy stilizáltan van egy harc, és a Samurai Jackben stilizált harc van, tehát ilyen elhúzzák a kardot, és akkor ilyen köddé válik az ellenfél, meg hasonlók. A másik meg ugye a magyar némeség, 40 évvel ezelőtti alkotások, és igen, követjük a történetet, és akkor egy picit még más volt a TV cenzor, úgyhogy azt nem is illom, hogy szerintem ezzel összehasonlítani, mert most már nem is lehetne levetíteni egy olyasmit. Viszont most már nem tudnak ugyanazt leforgatni a magyar némeségével. Leadják, mert a magyar némeség, és oké. A másik, hogy én azért azt érzem, hogy persze, van mögöttes mondani való, van szeretet, van béke, segítsük egymást akármi, de amikor 30 részből 28 az, hogy ütjük egymást, és kettőben megmutatjuk, hogy szívünk csücske, akkor az nem a szívünk csücskéről szól, hanem a verekedésről. És amikor viszont minden részben fölmerül egy kérdés, és a Samurai Jackben nem csak például, minden részben van valami morális kérdés, akkor teljesen máson van az a hangsúly. És emiatt, igenis, imádom, szeretem a Dragon Ballt, de az egy agresszív rajzfilm. Szóval hosszas véleménykifejtés volt, és igazából van is igazság alapja, szóval arról volt szó, hogy például, hogyha a Samurai Jacket veszük alapjul, megrajzolásában nem azt kapjuk vissza, mint mondjuk egy Dragon Ball küzdelemben. Például sokkal nem látjuk annyira részletesen mondjuk azt, hogy milyen sérüléseket tud okozni egy ütés vagy sem. És továbbá hozzá volt még téve ez a témához az is, hogy a magyar népesség ugyebár régebben készültek, és ugyebár akkoriban még a grafika nem ott tartott, ahol most. Ha manapság is lenne egy hasonló műsor, valószínűleg más grafikával készítenék el. Na most ugyanez a helyzet van, ugyebár Dragon Ball-ra ismerő, egy 80-as évekbeli animéről beszélünk például. Akkoriban még másfajta volt a megrajzolás. A mostani animékhez például most igazából a Boku no Hero Akadémiát tudnám felhozni. Már másképp vannak megrajzolva maguk az ütésnyomok, maguk a sérülések. Ott is jelen vannak, de mondjuk nem olyan mértékben, mint mondjuk már a Dragon Ballnál. A nagyon durva részeket azért kivágják belőle. De mégis nagyon jó ez a példa, mert most arról van szó, hogy igazából más meséken keresztül nem kapjuk vissza ugyanazt az agresszív faktort, mint mondjuk egy animén keresztül. Na most kérdezem én, hogyha egy gyereknek jelen esetben úgy történne, hogy végignézem mondjuk egy Samurai Jacket,
igazából szerintem nagyon tetszeni fog neki, és semmilyen problémát nem fog okozni. Ugyanakkor, hogyha most hirtelen odaültetnék egy Dragon Ball elé, és meglátná azt, hogy csíj bújt, így elgondolkozna rajta, hogy ez helyes így, vagy pedig nem helyes. Ezért is van az igazából, hogy most már a Dragon Ball-t kivették a délutáni időből, mint ahogy ugyebár annak idején még délután tudtam nézni a délutáni matinében, és most már más időben vetítik. Tulajdonképpen most a korosztályokat, hogyha nézzük, akkor igazából a nagyon kicsi gyerekeknek nem feltétlen ajánlott a felsoroltak közül mindegyik anime, mondhatjuk azt. A Naruto-ban például oda van figyelve, hogy azért ne legyen olyan mindig az a véres jelenet, mondjuk a Dragon Ball-ban, de valamennyire ez megtalálható, ugyebár néhányban. Az az egésznek a legnagyobb lényege, és az az egésznek a lényeges mondani valója, hogy ugyebár fel volt hozva, hogy a Samurai Jackben is feldolgoznak minden egyes részben valamilyen nagy kérdést. Ugyebár az animéken keresztül is mindig valamilyen nagy kérdést kapunk, és mindig valamilyen problémának a megoldására igyekeznek választ találni. A Samurai Jackben még egy részen keresztül, az animékben több részen keresztül kapunk erre választ, és akkor értsük meg igazán egy dolognak a súlyát és a nehézségét, hogyha azt végig is nézzük. Szóval az ember veszi a fáradtságot, és hogyha végignézi, akkor ugyanazokat az értékekből kaphat leckéket, mint mondjuk egy egyrészes Samurai Jacken keresztül. És az, hogy most a megrajzolásban, hogy most melyik mennyire mutatja meg realisztikusan, hogy bár a magyar népesség az régi volt, ugyanott is láthatunk azért vércseppeket, vagy valamit, az újabb mesékben, mint például a Dragon Ball-ban pedig részletesebb, ez a fejlődésnek is, a rajzolásnak a fejlődéséhez is vonatkozik, és arra is, hogy igazából Japánban az animéket nem feltétlenül csak a kisgyerekek nézik, hanem a nagyobb korosztályok is. De azzal, hogy mondjuk a délutáni matinéket bevezették, nem csak a mi hazánkban, hanem mindenhol, ahol RTL sugároznak, igazából ez Németországtól kezdve jó néhány országban voltak annak idején ilyen délutáni matinék, azoknál, az országoknál felmerült ez a probléma, ami a mi hazánkban is, hogy az animék azok agresszívek, vagy nem jók, de ugyebár van ellenpélda is, például Franciaországban, ott nem így kezelik a dolgokat, ott máshogy, más értékkel, más szemekkel néznek rá. Én éltem kint 2 évet Franciaországban, és ott még mai napig van délutáni matiné. Ott még mindig vetítik a gyerekeknek a One Piece-t, a Fairy Tail-t és hasonló más animéket. Elbeszélgettem erről egy franciával, hogy ő neki mi erről a véleménye, hogy igazából mi hazánkban nem annyira elfogadott, de náluk igen, és mi ennek az oka. Azt mondta erre, hogy igazából nekik nem is csak mint mi hazánkban a 90-es évek, már 80-as évektől kezdve animéken nőttek fel, és az ő hazájuk nagyon befogadja igazából ezt a kultúrát. Ők rájöttek arra, hogy az animéken keresztül a gyerekek tudnak tanulni pozitív dolgokat, és igazából ők nem tiltották el ezt a gyerekek elől. Mert az a helyzet, hogy az élet nem mindig annyira habos tört, amint mondjuk a Bakmék mesékben látjuk, és az animék egy kicsit durvábban mutatják ezt meg, mégsem annyira, hogy mondjuk a gyerek elszörnyűködjön, vagy tényleg rossz irányba térjen amiatt, hogy amiket lát a színpadon, hogy az valami nagyon rossz, vagy nem fogja tudni kiheverni, amit éppen ott lát. Ők úgy vannak vele, hogy egy kicsit nagyobbacska gyereknek igenis egy kicsit komolyabb hangvételű meséket kell nézzen, nem mindig a 100%-os mesevilágban éljen, hanem igenis egy kicsit vegye komolyabban a dolgokat, egy kicsit lássa, hogy vannak súlyai bizonyos döntéseknek, és vannak következményei. Nem feltétlenül úgy, hogy egy rész alatt bármit meg lehet oldani. Igenis, ha nagyobb probléma van, azokat ki kell dolgozni, azokkal dolgozni kell, hogy ezt meg lehessen oldani. Na, más egyéb kérdés van-e? Hogyha nincs, akkor megköszönném a figyelmet, és további szép napot. Sziasztok!